Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit advent negyedik vasárnapja kapcsán. Jól lehet, már egészen karácsony előtt vagyunk, sőt, egy kicsit már, vagy talán már nem is, csak egy kicsit, az év vége előtt is. Ez az írásom, amit 5 esztendővel ezelőtt írtam, már az esztendő befejezésére is odafigyel. Lassan ismét véget ér egy esztendő. 365 nap. Volt-e benne emberség? Talán ez a legfontosabb, amit Krisztus születésére emlékezve, az évzáró nap felé is közeledve föl kell emlegetnünk. Lett-e több a szeretet? Lett-e kevesebb a fölösleges beszéd? Tudunk-e többet önmagunkról? A szeretet művészetéről, mint amikor indult. Engedtük-e a másikat önmagává válni, vagy csak a szolgánká? Háborúk itt is, ott is, őrült tempó, nem csak az utakon. Felszíni ismerkedések a hálón. Lapos, semmit mondó, hol durva, hol egyszerűen csak buta, pökhendi üzenetek. Ennyit érünk egymásnak. Ennyit. Annyit, amennyit. És ahogy beszélgetünk. Lelkünk tágossága azon látszik, hányan férnek a palástja alá. Krisztus születik. Krisztus születik? Ha csak most, amikor a legsötétebb az éjszaka, az csak közös nyomorúság. Ha nem született év közben kézfogásaink, mosolyaink, kitartó erőfeszítéseink által, csendes, a teremtést együtt csodáló, kutatgató téblábolásaink és tépelődéseink idején, akkor ez a mostani ünnep csak ítélet rajtunk. Mennyi születés lehetőség egy év? Egy hónap? Egy hét, egy nap, akár csak egy perc is. Mit meg nem adna a fuldokló egyetlen perc életreadásért? Mit ér a mostani Krisztus születés, ha föld anyánk hátát csak szántottuk, de nem ápoltuk? Ha nem vettük észre, hogy apánk és anyánk egyedül, hogy a gyerekünk csenevész lelke annyira fázik. Csillognak az égőkkel körbetekert lombjukat vesztett fák az én ablakom előtt is. Didereg a lélek, a sok elsötített ablak, a kórházi osztályok, a hajléktalan szállók, a börtönrácsok, a szegénység és a magány szégyene alatt. Krisztus születik? Születette Krisztus nekik? Születik-e Krisztus a kiszipolyozott földből, a műanyagokkal viselős óceánból, a Dunából, a gázokkal telepöfögött levegőből? Ha nekik nem, nekünk sem lesz éjszakai csendben fölsíró gyerekünk. Örökre elcsendesedik. Hallgatom a csendet. Tizet ütött már az óra, térjetek már nyugovóra. A szomszéd toronyból idáig hangzik a zimankon át is az il szilenció. El ne aludjunk egészen. Hallgat a város. Ködüli. Elfelejti-e? Vagy talán érleli már a csöndben a holnapi szent feladatát? Mond-e imát? Tudja-e még, hogy ő most is köztünk lenni igyekszik. Lépne kettőt a gemencben, tán egy őzike is. Álmában horkan a vatkan, fölriad, fejét csillagokra emeli. Életet szimatol, ahogy én is. De lesz-e? Még nekik is rideg ez a mostani téli világ. Hamarosan Krisztus születik. Krisztus születik.
tartsunk bűnbánatot. És emlékezzünk az erőnkre, az előttünk lévő, de már is fogyó időre. Legalább ilyenkor, advent idején. Szép karácsonyt, dicsértessék a Jézus Krisztus!